A Daca két mérkőzés összesítése alapján 27 góllal bizonyult jobbnak osztrák ellenfelénél. Debre Viktor vezetőedző szerint a nagy különbség annak köszönhető, hogy a dunaszerdahelyiek komolyabb bajnokságban edződnek, jobb a játékos keretük, ráadásul egyre több sérültjük épül fel. Ennek ellenére oda kellett figyelni a visszavágóra. Mindig azt mondom, hogy nincs könnyű meccs, tehát meccs van, és minden mérkőzés más és más. Én úgy gondolom, hogy a végére az lett, tehát az elejétől kezdve koncentráltunk, és szerintem egész jól játszottunk, úgyhogy jelentős előnyt építettünk ki, és én úgy gondolom, hogy aztán a végére egy ilyen örömkézzel labda lett az egészből. Azt szerettük volna, hogy játszunk egy jó mérkőzést, és élvezze a közönségünk, aki ilyen szép számmal kijött ide, és ennyire biztatta a csapatunkat. A Dac részéről élő Beatrix szerezte a legtöbb gólt a mérkőzésen. A 8 találatig jutó jobbátlövő számára nem ismeretlenek az osztrák csapatok, hiszen a Hypo Niederösterreich gárdájától érkezett Dunaszerdahelyre. Úgy véli, hogy a sok edzés és lemondás meghozta a gyümölcsét. Nagyon jól felkészültünk, tudtuk, hogy az ellenfél mit fog játszani, mind támadásban, mind védekezésben. Tényleg koncentrált a csapat, mindenki hozzátette a magáét, és ez volt a győzelemnek a kulcsa. Időközben elkészítették az EHF European Cup következő fordulójának sorsolását. A Dac ellenfele a svéd Kristianstad csapata lesz. Az első mérkőzés Dunaszerdahelyen játsszák január 8-án vagy 9-én, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik meg Svédországban.